Sziasztok! Ez itt a Quadcopter blog, és ma egy kifejezetten érdekes technikáról lesz szó, amit mindenkinek ajánlok, hogy használja, illetve vegyen olyan gépet, amiben van Betaflight OSD, hiszen ma erről lesz szó. Jelen pillanatban a háttérben láthatjátok a Heliphar Futon 2-es gépet, ez egy 220 mm-es vázra épített 5x versenygép, illetve középen láthatjátok az általa kiadott FPV képet, itt most integetek, sziasztok, fejemben a sisakkal, és mutatom, hogy mi az a Betaflight OSD. Úgy tudjuk aktiválni a Betaflight OSD képes gépeken magát a Betaflight OSD menüt, hogy a gázkart elhúzzuk balra, a pitchet pedig teljesen feltoljuk, akkor megjelenik a sisakban a menü. Ez azért nagyon hasznos, mert így gyakorlatilag a Betaflight-os beállításokhoz hasonlatos menükben lépkedhetünk. Magyarul nem kell feldugnunk egy OTG kábellel a gépet, mondjuk egy telefonra vagy egy tabletre, amit is tudunk állítgatni egyszerűen a távirányítón keresztül. A profilokban a különböző pideket tudjuk beállítani, mint láthatjátok, ez ugyanaz gyakorlatilag, mint ami a Betaflight-ban található, tehát át lehet pidelni a gépet egy leszállás után, és utána lehet újra próbálkozni, hogy most akkor jobban repül-e vagy kevésbé. Itt lehet profilokat váltani, hogyha esetlegesen felveszünk többféle pidet, ez ugye akkor lehet jó, hogyha különböző akkumulátorokkal repülünk, például 3, illetve 4 cellán is. Ugyanitt lehet látni a réteket, illetve különböző filtereket. Ez gyakorlatilag ekvivalens a Betaflight saját menüjével. A másik fontos dolog az a features, ugye a featuresen belül a blackboxot, vagyis a repülési adatok eltárolásáért felelős memória területet tudjuk konfigurálni. Az SL az a Smart Audio, hogyha Smart, ugye ez a TBS-nek a rendszere, itt gyakorlatilag a VTX-en keresztül viszünk át adatokat, míg a másik a Tramp, nekem ugye Tramp jellegű adón van, ez egy Holibro Atlant HV, és itt lehet állítani különböző paramétereket, többek között az adóteljesítményt, a sávot, a frekvenciát, itt látható, hogy például most megemeltem 600 milliwattra, ugye akkor nagyobb teljesítmény ad az adó. Minden ilyen beállítást a settel kell a végén konfigurálnunk, itt megkérdezi, hogy el akarjuk-e fogadni a beállítást vagy sem, mondjuk azt, hogy igen, elfogadjuk. Megyünk tovább, LED-csík beállítása, szintén lehet kibekapcsolgatni távirányítóról a deket, hogyha esetleg line of sight-ba akarunk repülni, akkor ezt érdemes bekapcsolni, segíti az orientációt. OSD menü, itt a különböző timereket és riasztásokat lehet felvenni, ez azért innen szerintem sokkal körülményesebb, mint Betaflight-ból, és ez szerintem nem az, amire szükségünk van repülés közben, de természetesen ezt is megtehetjük. És az a vicces, hogy itt olyan sokat kell lefellapoznunk, mire eljutunk a kilépésig, hogy szerintem ez már azért kényelmetlen, de ezt mind föl lehet venni a kép, és akkor mindenféle okosságokat láthatunk. Hagyjuk is ezt itt. OSD. Ez firmware infót tartalmaz, ez pedig a különböző egyéb beállításokat. Én ezeket olyan különösebben nem használtam, de ez is mind paraméter beállító lehetőség. Tehát egy pici Betaflight-ot kapunk tulajdonképpen. Lehet save and exit-tel kilépni, ilyenkor elmenti a beállított paramétereket, simán kilépni exit-tel, ilyenkor ugye az eredeti paraméterek vannak, tehát a beállítottak vesznek el. A save and reboot-nál pedig az olyan jellegű beállítások kellnek, amihez szükséges újítani a vezérlőt. Most egy hirtelen nem jut eszembe semmilyen, amit itt be lehetne állítani. Még a pideknél érdemes, de lényeg az, hogy erre is lehetőségünk van. Ilyenkor a gép újraindul, és akkor látjuk, hogy a Betaflight újra bootol. Tehát érdemes ezt használni, hiszen elsődlegesen pideket és csatornákat, másodlagosan pedig adóteljesítményt tudunk állítani, anélkül, hogy nyomkodni kéne a hardware-en gombokat, illetve OTG kábelen kellene csatlakoznunk. Köszönöm, hogy ma is velem voltatok, legközelebb hasonlóan érdekes dolga jövünk vissza. Sziasztok!